motocrossban az motivál engem legjobban. Ennyi idő után is, ugye már nem múlt évben kezdtem el motorozni, hogy nem tekintek rá, mint sportra, vagy mint munkára, vagy mint hasonlóra, hanem azt csinálhatom, amire mindig is vágytam kisgyerekként, hogy motocross versenyző legyek, és soha nem tekintettem úgy rá, hogy ez egy ilyen nehézség számomra, hanem mindig örömmel tudtam csinálni, és mindig motivált engem az, hogy jobb is jobb legyek. Tehát, hogy én soha nem elégedtem meg azzal valamiért, hogy jó, oké, elértünk ide, és akkor ezt így szinten tartjuk, hanem mindig érdekelt az, hogy hogyan legyek jobb, hogyan tudok hozzárakni az én tudásomhoz. Ez motivál, és valamilyen szinten attól a kudarctól viszont félek, amikor lesz egy olyan évem, hogy nem sikerül jobb eredményt elérnem az eddigieknél. Én azt tűztem ki célul, hogy én addig szeretnék profi versenyző lenni, még ez fölfele megy, és amikor már visszafele kanyarodik, akkor már profi szinten nem szeretném ezzel foglalkozni, de viszont még érzek magamban a motivációt nagyon is arra, hogy hozzárakjak. Remélem, hogy ez sikerülni is fog.